We're on top of the world. We're on top of the world now, darling, so don't. Katie Ford, az őrült családom. Can I call you mine? So can I call you mine now, darling, for a whole lifetime? My heart finally trusts my mind. And I know somehow it's right. And oh, we got time, yeah. So darling, just say you'll stay. Jóslás te a levélből, 2 órától. We're on top of the world. We're on top of the world now, darling, so don't let go. Donald egy csaló, egy szaralak. Elegem van belőle. Nem ez volt az első se. Mr. Engvin, mit is csinált pontosan? Van fogalmad, mibe kerül egy tenyészbika szaporítása? Nem. $3000. Az rengeteg pénz. Az nagyon sok pénz. Vigyázz, tehén lepény. Ja. Hogy vannak a szülei? Jól. Most hova is megyünk, Mr. Engvin? Bizonyítékot mutatok. Annyira unom már, hogy az üzletfeleim palira vesznek. Hogy van a húgod? Jól. Még mindig New Yorkban él. Itt a bizonyíték. Egy tehén. Nem, nem akármilyen tehén. Egy nem bemhes tehén a legjobb korban. Mit mond ez nekünk? Hogy nem anyatípus? Daisy boldogan ellene, de alkalmatlan volt a spermium. Azt akarom, hogy pereld be emiatt Donald Sheehan-t és a Chester Chaps tenyészbikát. Elvállalod az ügyet? Mr. Engvin, mindent meg fogok tenni. Köszönöm. Stella Sheridan, ügyvéd. Ahó! Van ott valaki? Jó napot, ügyvéd úr! Van időpontja? Hogy ne lenne? Kedves kolléginő, azonnal is segítségre szorulok. Szeretsz Stella Sheridan? Igen. Kérdezni akartam. Tessék. Nem, te. Nem, te. 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 Oké. Okay. Érdemes lenne megszereznem Maureen Holmes felügyeleti jogának perét? Nem. Mi? Miért nem? Mert túl nagy falat. Nincs elég embered. Különben sem csináltál még soha ilyen jellegű pert. Stanfordban családjogra szakosodtam. Gyerekelhelyezésre. Minden idődet elvenné az ügy. Igen, de ez egy igazi ügy lenne. Én szeretem a szomszédokat, de ha még egyszer valami haszonállatperét kell vinnem, beleőrülök. Egy nagy pert akarok. Egy igazit. Egy igazán nagyot? Akkor rajta. Tényleg? Igen. Szedd össze magad és kapd el Maureen Holmes-t.
Oké. Most én jövök. Uh-huh. Stella Sheridan. Leszel a feleségem? Igen. Igen? Igen. Igen. Őrület. És mit válaszoltál rá? Igen, természetesen. Megőrültél? Miért? Nagyszerű lesz. Hatalmas, romantikus esküvő. A házasság a vég, érted? Ha egy pasi azt hiszi, hogy megvett, akkor minden természetesnek vesz, és átveszi az irányítást. Azt mondják, ne dolgozz annyit, hogy olyasmit csinálj, ami nekik tetszik, és egyszerre csak olyan a frizurád, a falat színe, amilyet sose akartál. Ugyan, butaság. Évek óta együtt vagyunk. Miért ne tehetnénk meg a következő lépést? Nézd csak meg apát és anyát. Anya intézte a háztartást, dolgozott a kancellárián egy árva fillér nélkül. Még azt is apa mondta meg, hogy mit főzzön. Na ez azért túlzás. Ők a legboldogabb pár, akit ismerek. Ígérd meg, hogy ha összeházasodtok, nem mondod mindig, hogy mi. És nem viseltek azonos színű ruhát. És te hozta önöket Carmen kávézójában, a kávé az életünk, mit tehetek önökért? Anya? Apád el akar hagyni. Mi? Egy másik nő miatt. Apa. Az én apám? Egy másik nő miatt? Ma reggel bejött a konyhába. Zavarban volt meg minden, mintha valami rosszat csinált volna. A kezemben nyomott egy csokor rózsát, még azt hittem, elfelejtettem valamit. Házassági évfordulónk van, a szülinapom. És azt mondja, csak úgy, hogy viszonya van. Már 6 hónapja. És hogy mennyire sajnálja, de szerelmes lett. És a szívére kell hallgatnia. Ó, nem. Annyira sajnálom. Nálad maradhatok egy darabig, cicuka. Hogy ne, amíg csak akarsz. A gond csak az, hogy most azonnal mennem kell egy megbeszélésre. De most nem hagyhatsz itt magamban. Nem tart sokáig. Ha visszajövök, majd átbeszélünk mindent. Hm? Ez valami félreértés lehet. Apa szeret. Minden rendbe jön majd. Csak 35 éves. A fitness edzője. Olyan megalázó. Ez hol szenátornő irodája? Nem rossz. Legfeljebb egy óra lesz. Tarts ki, nem lesz baj. Ajjaj, csuklasz. Ideges vagy? Na, mit gondolsz? Ez egy nagy dolog. Tessék. Látod? Ez beválik. Köszönöm. Így akarsz bemenni? Hogy érted, hogy hát így? Hát a hajad. Miért? Mi van a hajammal? Olyan szigorú. Vedd nőiesebbre. Nem kell a lófarok. Anya, a hajam teljesen jó. Legalább egy kis rúst. Most jobb? Uh-huh. Sok szerencsét. Miattam pedig ne izgasd magad. Holmes szenátor asszony, nem tudom, emlékszik rám. A testvérével jártam egy klubba a Hillsborough középiskolába. Nem, ez negédes. Stanfordban a családjogra specializálódtam. Különösen a gyermek elhelyezésre és a gyermek jólétre. Nem akarsz inkább bent várni? Hmm.
Maureen Holmes. Stella Sheridan, örvendek. Barbara Sheridan. Jöjjenek velem. Ne szólj semmit, sose tenném. Örülök, hogy volt bátorsága bejelentkezni. Elkötelezetten támogatom a körzetem kisvállalkozóit. Nagyon köszönöm, hogy fogadott. Tudom, hogy olyan sztár ügyvédet is fogadhatna, mint Richard Duncan. Én csak egy kis Hillsborough-i ügyvéd vagyok. De Stanfordban végeztem, és a családjogra specializálódtam, a felügyeleti jogra és a válásra. Ha jól tudom, a volt férjével, Adam Holmes-szal közös felügyeletet gyakorolnak a 7 és 9 éves fiaik felett, de most kizárólagos jogot akar. Igen, A volt férjem szerint a gyerekeket túlfejtjük. Az önállóságuk érdekében a fiainkat, Megszet és Simont egyedül küldi a játszótérre. 7 és 9 évesen. Felügyelet nélkül mennek onnan haza. Mintegy 3 kilométer az út. El tudják ezt képzelni? Mint ön is tudja, a kizárólagos felügyelet akkor indokolt, ha az egyik fél abúzussal vagy a gyermek elhanyagolásával vádolható. Ez esetben én azzal érvelnék, könnyű rábízni a gyerekekre bármit, amíg minden rendben van. De mi van, ha eltévednek, vagy megsérülnek? Ha lemerül a telefonjuk, vagy ha kitör egy vihar? Meg tudnak vajon ezzel birkózni, vagy kiszolgáltatottakká válnak? Ha valami váratlan dolog történik, a gyerek élő célponttá válik. Aki nem ismeri fel ezt, az hanyag. Egy véleményen vagyunk. A gyerekek biztonságának figyelmen kívül hagyása, a férjem napi gyakorlata volt a döntő a válásunknál is. Ne haragudjon az anyámra, de tragédia történt a családunkban. A férjem el akar hagyni. Elnézést kérek! Azt hiszem, utána megyek, és megvigasztalom. Igen, szerintem is így helyes. Jelentkezem. Elnézést kérek. Ne haragudj, cicukám. Miattam nem ment jól a megbeszélés? A legközelebbi alkalommal majd otthon maradok. Csak hogy nem lesz másik alkalom. Biztos komplett hülyének tart. Melyik ügyvéd viszi a mamáját magával? Bocsáss meg, ha rosszul viselkedtem, de még sose hagyott el a férjem. Jól van. De még ott van az a másik ügy, Scott Engvin tehenével, nem? Igen, és a másik, amikor Joan Ilova belerohant Ben Miller kocsijába. Na látod, nem nagy vész, ha nem kapod meg ezt a Holmes ügyet. Soha nem jártunk Alaszkában. Az esküvőm megígérte, hogy elvisz Alaszkába, és 40 év után se voltam még ott. Miért teszi ezt velem, apád? Miért olyan önzők a férfiak? A hotdogot készített. Hello, Barbara. Hello, George. Anyám ma itt éjszakázik. Jó. Nagyon finom, Josh. Stella apja sose főzött nekem. Egyetlen egyszer sem. Imádom a spenótot. Minden nap megenném. De Stella apja utálja. Így 40 éve nem ettem már. Nagy marha voltam. Örülök, hogy ízlik. Joshal összeházasodunk.
Igen, tegnap megkérte a kezem, és igent mondtam. Igen. Hozzá ne menj. 40 év múlva válás lesz a vége. Ó, lehet, hogy ez Maureen Holmes. Bocsánat. Stella Sheridan. Maddie? Várj, anya mondani akar neked valamit. Szervusz, drágám, itt az anyu. Apa tényleg elhagyott? Igen, így igaz. Egy fitness edző miatt. Miért nem lehet valami rendes viszonya, mint más férfinak? Ez rettenetes. És elmondta Stella a nagy újságot? Igen, tudom. Összeházasodnak. Igen, miért is ne, az jó. Azt mondod? Hogy ment Maureen Holmes-szal? Hogy? Mi történt? Anya is eljött, és zokogott. Bement veled? Végig ott volt. Jaj, hogyan is lehetnék? Nem vagyok valami jól. Egyelőre itt maradok. És most mihez kezdesz ezután? Fogalmam sincs, hogyan tovább. Jaj! Bocsáss meg, drágám, de éppen vacsorázunk. Ja, jól van. Szia! Vigyázz magadra! Szia! Szia! Ne haragudjatok, hogy ezt mondtam nektek. Csak mert tönkrement a házasságom veletek, nem kell így lennie. Nagyon finom lett, Josh. Tényleg finom. Meddig marad itt anyád? Nem tudom. Még nem tisztázzák, hogyan tovább. Persze, az anyádnak szüksége van rád. Beszéltem a Marbleheadi golfklubbal. Általában minden időpontjuk foglalt, de van szerencsém ismerni a menedzsert, úgyhogy ott tarthatnánk az esküvőnket. Igen? A golfklubban? De ott futószalagon mennek az esküvők. Én valami romantikusabbra gondoltam. Talán keressünk valami mást. De most nem érek rá ezen gondolkodni, hogy itt az anyám meg Maureen Holmes. Jó, rendben, igazad van. Ez nem a megfelelő pillanat, igaz? Hozok pár takarót. Igen. Kár, hogy nincs rendes vendégszobám. Bocsáss meg, hogy ilyen szerencsétlen vagyok. Köszönöm, hogy itt maradhatok. Kérsz egy csésze teát? Vagy bort? ...1977 óta laktam ebben a házban. Tudom. Ezt nem teheti velem. Nem, ezt nem. Tudod, 40 éve ez az első este, hogy egyedül alszom. Kibírod? Nem kellene kifestetnünk. Miért? Már nem tetszik? De igen. Csak gondoltam, attól valahogy közös lesz. Együtt választanánk ki a színt. A kék jó lenne. Én nagyon szeretem a zöldet. Oké. Milyen lenne egy kékes zöld? Majd még meggondolom. És vehetnénk egy szőnyeget. Szőnyeget? Stella? Ébren vagy még? Ne haragudj, de olyan magányos voltam odalent. Ah.
Hello. Stella. Sheridan. Ez nagyszerű. Oké, rendben. Szép napot magának is. Istenem! Feldobta a talpád apád edzője? Megvan! Megkaptam! Megvan a Maureen Holmes per! Istenem, Istenem, Istenem! Jó reggelt, édes. Jó reggelt. Na végre. De jó ég. Mi történt? Megkaptam a Maureen Holmes ügyet. Tényleg? Aha. Pedig az anyád végig zokogott. Mert az anyám zokogott. Maureen Holmes üdítőnek találta, hogy mennyire aggódom anyámért. Pont ilyen hozzáállás kellett családjogi ügyvédnek. Egyszer elviszem apámat a bíróságra. Nem sír, de szeret üvölteni. Mondd a sztár ügyvédetek, Richard Duncan, mit csinálnak? A bestia. Felhasználná az Anderson kontra Kalifornia szociális ellátó ügyét? Hm? Bocs, de azt nem ismerem. Tudom, hogy nem vagy oda a Marbleheadi Golf Clubért, de Tony a klubvezető küldött egy e-mailt, hogy augusztus 2. hétvégéjén szabadok. Eljönnél megnézni? Augusztusban? Meg kell néznem a naptárban. De majd keresünk valamit közösen. Talán egy pincészetet. Jó reggelt, Josh! Jó reggelt! Csináltam nektek egy kávét. Köszönöm! Köszönöm. Örülök, hogy összejött Maureen Holmes. Cicukám, nem próbálnál meg apád lelkére beszélni? Nona. Rád biztosan hallgat. Oké. Még ma. Mhm. Most mindjárt. Ne? Anya, jaj! Apa! Apa, itt vagy? Apa! Elle! Jó, jobb. Tartsd meg az egyensúlyod. Sokkal jobb, egyenes háttal. Apa! Stella! Jazzy! Te vagy apa... Őrület, nem? Ismeritek egymást? Igen, ismerjük. Harmadik osztálytól. Együtt jártunk a gimibe. Ó, és az autó? A tiéd? A Stanley ajándéka. Stanley! És te most szárazon evezel? Igen, miért is ne? Nem vagyok még olyan öreg ember. Tudom, hogy neked ez kicsit fura. Mindenkinek kell egy kis idő. De amikor megláttam apádat a fitness stúdióban, azonnal tudtam. Érted? Egy csoda. Két test, egy lélek. Jazzy, hozz nekünk valami innivalót. Hozok, Stanley. A fitness edződ? A személyi edzőm. Mi van veled, apa? Hisz a lányod lehetne. Jazzy lelke idő. Idős a lelke? Öreg lélek fiatal testben? Ha öreg lélekkel, akkor maradj anyával. Tudod, Stella, az ilyen csak úgy megtörténik. Nem akartam, és nem is vagyok büszke rá. De döntenem kellett. Vagy élek, vagy elmajolok egy darabig várva a halál. Mintha anya valami halálos ítélet lenne.
Anyáddal nem könnyű az élet. Bezzeg veled. És a ház? Anya szereti a házat. Szeretem ezt a házat, mint anyád is. És persze Jazzy is. Én nem tettem egy lépést, se nem kerestem, csak simán megtörtént. Évek óta először érzem újra a pezsgést, újra az életet. Anya sehogy se boldogul egyedül. De nincs egyedül. Ott vagy neki te? És mit mondott az apád? Kicsit össze van zavarodva. És elhagyja Jazzyt? Azt hiszem, ez valami kései kapuzárási pánik lehet. Bebeszéli magának, hogy Jazzy mellett újra elevennek érzi magát. Hát, ezt nem fogod megenni. Megnő a feneked. Bár a férfiak azt mondják, szeretik, mégis a kétdimenziós ruhafogast akarják. Jaj, állj, állj! Ja, ez Josh eszi. És kitartotta életben annyi éven át Stanleyt, kivágta a lábkörmét, kifőzte neki azt az undorító erőlevest, amit úgy imád. Én tartottam életben ezt az öregembert. Ne tedd a tojásokat a hűtőbe. Idekint sokkal jobb. Adjatok itt mindent, majd elrámolok. Itt maradok, amíg apád térden csúszva nem könyörög, hogy menjek vissza hozzá. Atkins bíró dönt a Beringhoff precedensben. Stella Sheridan. Ezt nem hiszem el. Jazzy Ellison apa barátnője, ez rémes. És mit akarsz csinálni? Egyelőre semmit. Figyelj, valamit nekem... tenned kell. Nem akarom, hogy anyáik elváljanak. Medi, most nincs erre időm, oké? Na jó. Nézzük. Szia, drágám. Hoztam neked egy kis teát. Nem, köszönöm. Joanna Kramer... 60-as az évszám. És mit szólnál egy kávéhoz? Vagy egy kakaóhoz? Nem, tényleg nem. Mindenem megvan. Nem. 385. Nem, ez nem az. Stella Sheridan. Mi lenne, ha szerveznél egy romantikus vacsorát? Medi, hagyd már békén, hadd dolgozzak! És nem ennél valamit? Anya, nem vagyok se éhes, se szomjas, oké? Oké. Megértettem. Talán majd később, jó? Megértem, hogy az anyád szenved, de mit gondolsz, nem alhatna már egyedül? Még egy éjszakát, jó? Engedj már be! Á, Josh! Ne haragudj, de néhány holmidat elrámoltam. Ott vannak a nappaliban, a könyvespolcon. Ó, értem már. Ki is vasaltam. Eléggé gyűröttek voltak. Jó, köszönöm, ez igazán... Hát akkor jó éjszakát. Aludj jól. Jó ét. Mondd, nem láttad a szürke hálóingemet? Aminek az a kis lyuk volt a könyökén? Igen, azt. Azt kiselejteztem. Mi az, hogy kiselejtezted? Jaj, cicukám. Nem alhatsz ilyen ócska cuccokban. Most még nem zavarja Josh, de várj ki a végét néhány év Anya, múlva. Az volt a kedvenc ingem. Vettem helyette másikat. Valami vidámat.
Na? Emlékszel, július 4-én, amikor a szüleim nem akartak elmenni? Mi meg elmentünk a parkban a toronyhoz. Igen, és órákon át csókolóztunk. Hazamentünk, és nem is vették észre, hogy elmentünk. Menjünk el megint, és csókolózzunk órákon át. Van jobb ötletem. Küldjük oda anyádat, és feküdjünk be az ágyunkba, és ott csókolózzunk. Legyen a toronyban az esküvő. Jó. Vagy a golfklubban. Vagy egy pincészetben. Jó. Vagy a golfklubban. Szeretlek. Én is téged. Kellene neked egy másik frizura? Holnap kipróbálok valamit. A tesztek szerint Chester Champsnek elvileg elég magas a spermium száma, hogy megtermékenyítsen egy tehenet. Ezért Donald Sheehan ügyvédei most Daisy-t hibáztatják a sikertelenségért. Ez azt jelenti, hogy be kell mutatnunk egy tesztet. Stella, cicukám! Mondd, hol tartod a hagymát? Jó napot, Scott. Hello, Barbara. Gondoltam, csinálok egy gulyásleves, de sehol nem találom a hagymát. Elnézést egy pillanatra, Mr. Engwin. Nagyon klassz lett a frizurád. Nem járkálhatsz be hozzám folyton. Egy ügyfelemmel tárgyalok éppen. De ez csak Scott Engwin. Az mindegy, hogy kicsoda. Én nem játszom az ügyvédet, hanem ez a foglalkozásom. Egy óra múlva fontos találkozom lesz, és koncentrálnom kell. Fejezd be a sebeid nyalogatását, és tedd rendbe az életed. Menj és beszélj apával, nap, gyerünk! De nem akarok. Akkor menj shoppingolni. Ki akarsz dobni? Igen, épp azon vagyok. Szeretném. Könyörgök, csak pár órára, jó? Hogy ne mászkálj be az irodámba. Stanley! Stanley? Duncan. Richard Duncan. Tudom, hogy ki maga.
Én Todd Millert vártam, a Miller és társától. Az ügyfelem nem volt megelégedve a Miller és társa munkájával. Mi vettük át az ügyet. Barbara! Magának még mindig Mrs. Sheridan, nem Barbara. És ez így is marad. Nem akartam megbántani. Higgy el nekem. Amúgy hogy mint? Ahhoz semmi köze. Hogy van Stanley? Hiányzik a maga főztje, de jól van. Ajánlana valamit, hogy mit főzzek, amit nagyon szeret? Spenótot. Imádja a spenótot. Spenót? Oké. Jó. Köszönöm. Sok szerencsét. Szüksége lesz rá. Nem könnyű eset. Viszlát. Jóslás te a levélből. 2-től 6-ig. A nevem Rita. És magára vártam. Látom, hogy egy férfi, aki fontos magának, megcsalta. Úgy érzi, a gyereke nem becsüli meg. Az egész élete szétesett. Én majd segítek. Jó, és most forgassa meg a csészét a bal kezével. Állj! A jobbal. Nem, állj! A ballal. Háromszor. Vagy többször, az mindegy. Jó, és most fordítsa meg a csészét. Igen, fordítsa fel óvatosan. És engedje el lecsorogni a teát, igen. Bocsánat, de sürgős dolgom van. Sajnos mennem kell. Pontosan tudom, hogy amit látok, az igaz. Akár hisz benne, akár nem. Látok is egy S betűt. Aki megbántotta, annak a neve S-sel kezdődik. És látok itt egy szeretőt. A férjem az? Á, nem. Egy új szerető. Olyan, akit talán még nem is ismer, de hamarosan megismeri. A kapcsolat viharos, és kezdettől végig nagyon testi. És látok itt egy R-t. Talán a neve kezdődik R-rel. R? Azt mondja R? Valaki nagy hibát készül elkövetni. Milyen hibáról beszél? Egy történet megismétlődik, segítenie kell. Mit tehetnék? Hát azt nem tudom, én se látok mindent. Talán a lánya meg egy férfi között. Á, ó, és látom magát, amint elsétál teljes pompájában. Csodálatos Barbara. Egy pillanat, nem is mondtam meg a nevemet. De én tudom. Jobb, ha kihagyja ezt a blamást a bíróságon. Mindketten tudjuk, hogy esélye sincs megnyerni ezt a pert. Maradjunk a közös felügyeletnél. Adam Holmes hanyagsággal vádolható. Az ügyfelem havonta 20 óra látogatási időt kínál Maureen Holmes házában. És felügyelete mellett. A közös felügyelet pedig megszűnik. Mondja ezt a büntető cédulák, haszonállatok és defektes traktorok szakértője. Mr. Duncan,
talán nincs meg a tapasztalatom és az eszközeim, amit a maga kancelláriája nyújt. De tudom, mit csinálok. Az élet kész káosz, Miss Sheridan. Nem tervezhető minden. Néha a gyereknek esélyt kell adni, hogy próbát tegyen, és ebben nincs semmi rossz. Találkozunk a bíróságon, és higgy el, maga lesz a vesztes. Gondolja át újra az ajánlatunkat, mert maga veszít. Anya, jól vagy? Remekül vagyok. Bemutatom Richard Duncant. Richard, erre. Mr. Duncan, ő az anyám. Szólítson csak Barbarának. Lehet, hogy elhamarkodottnak tűnik. De itt hagyom a névjegykártyámat. Hát, ha meginna velem egy kávét. Nagyon szívesen. Istenem, Ritának mindenben igaza volt. Ki az a Rita? A jövendőmondóm. Megjósolta, hogy megismerem Richardot. Hogy a jövendőmondód? Anya! Hova raktad el a teaszűrőt? Anya, oda fenn vagy? Anya! Én vagyok itt. Ezt nem hiszem el. Jó lesz, nem? Hagyd abba, a hálószobám ne legyen kék színű. A mi hálószobánk, Stella, ez a mi hálószobánk. Igen, de közösen kell eldöntenünk. Na? Hogy nézek ki? Rendezvón van Richard Duncannel. Meghívott, hogy töltsem vele az estét. És én belementem. Richard Duncan nem kedves ember. Ügyvédnek talán nem az, de férfinak bizony az. Bye! Ne haragudj, nem kellett volna elkezdenem a beleegyezésed nélkül. Csak szerettem volna visszakapni a szobánkat a behatoló ellenségtől. Bocs, itt maradt a ridikülöm. Ne várjatok rám! Nem fogunk. Csáó! Nincs semmi baj. Csak ne fess tovább, jó? Mégis hogy ismerték meg egymást? Szerelem első látásra. Milyen különös. Miért nem mesélted el, hogy Duncan képviseli a másik felet? Stella, egy irodában dolgozunk, de én nem mindig tudom, mit csinál a másik. Sejtelmem sem volt. Bocs, drágám, de ez egy kicsit zsibbasztó. Mondd csak, tudtad, hogy a 70-es években a gyerekek 92%-a járt gyalog vagy biciklivel iskolába? Nem. Már csak 13%. Oké. Okay. Adam Holmes, a túlféltő szülők elleni mozgalom apostola. Nálad van a naptárad? Nem kellene kinéznünk valami időpontot? Miért váltottál témát? Mivel Duncan kollégája vagyok, ugye nem akarod kitárgyalni az ügyet? Miért sürgeted az esküvőnket? Előbb beszéljük meg, hogy hol lesz a helyszín. Stella, mikor, ha soha nem érsz rá? Nincs időm, ez életem legfontosabb esete, és anyám itt lakik. Hagyjam cserben valamelyiket. Nem, persze, hogy nem, de célszerű lenne, ha előre lépnék. Én nem célszerűt akarok, hanem romantikusat. Egy olyan napot, amit soha nem felejtek el. Miért kell agyon komplikálni? Én csak szeretnék örökre igent mondani neked. Nem komplikálom agyon. Ez biztos ő lesz. Hál' Istennek. Hál' Istennek. Medi? Látom, nem tudod összehozni anyát meg apát, ezért idejöttem New Yorkból, hogy elintézzem. Hol van anya? Nem fogod elhinni, de még mindig a randián. Randin? Anya? És miért nem tudod?
nem hívott fel. Maddie! Kikapcsolta a mobilt. És mennyi ideje ment el? Nem tudom, 6-7 órája? Ó, Istenem, nem kellene felhívni a zsarukat? Bár szerintem csak hazament apához, és boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Felhívom apát. Halló? Stella? Minden rendben nálatok? Igen, minden oké. Mondd csak, anya nincs nálad? Nincs, hogy? Elment itthonról, nem tudom utolérni. Kezdek aggódni. Gondoltam, hát ha átment. De hát már éjfél van. Gondolod, kerestessük? Nem, biztos semmi baja. Jó ét! Nem baj, ha itt maradok egy pár napig. Dehogy! Megkaphatod a szobámat. A szobánkat, drágám! Mióta anya itt van, kicsit érzékeny erre. Stella cicus! Anya! Megjöttem! Hál' Istennek! Medi! Micsoda meglepetés! Mit keresel te itt? Látni akartam, hogy vagy, és hogy támaszod legyek. Nagyon köszönöm, de remekül vagyok. Épp egy 7 órás randim volt egy csodás emberrel. El is felejtettem, mennyire kedvesek a férfiak. Anya, ez a másik fél ügyvédje. Elvileg a randitok egy érdekellentét. Azt hiszed, a munkáról beszéltünk? Különben is, Rita szerint sosszerű volt, hogy megismerkedjek vele. Rita, a jövendőmondó. Jó éjszaka, drága angyalkai. Aludjatok jól. Totál elvesztette a fonalat. Közbe kell lépnünk, különben még elválnak. Vigyük el őket vacsorázni. Nem hiszem, hogy egy vacsora bármit helyrehozhat. Sehogy se fog összejönni. Muszáj neki. Vissza kell kapnom az ágyam. Rosszul vagyok, kavarog a gyomrom. Menjünk inkább? Igen. Nem hagyhattok magamra velük. Menni fog. Ó, nem. Jazzit is elhoztam. Nem mondtad neki, hogy anya is jön? Azt hiszem, hogy ezt kihagytam, hogy meglepetés legyen. Hát biztos, hogy az lesz. Hello, lányok! Szia, Josh! Sziasztok. Szia, apa! Hello! Bocsika, mindjárt jövök. Jó ötlet volt. Nagyszerű. Szép ez az ing, ami rajtad van. Igen, ajándék Jazzitől. Hm? Kiment a mosdóba. Igen, kicsit összement a mosásban. Azt mondta, hogy nagyon fiatalos, és hogy ma mindenképp ezt kell felvennem. Mit lehet tenni? Anyátok, hogy van? Jól van. Most volt egy 7 órás randia. Azonnal jövök. Mi az, hogy randi? Az, amikor egy férfi találkozik egy csinos nővel. Hello! Szia, Meddi, drágaságom! Richard, most parkol le a kocsival. Elhoztad Richardot, és... Igen, miért? Talán rossz ötlet volt? Jaj, ne. Apátokat is meghívtátok? Na jó. Mindegy. Végül is felnőttek vagyunk, nem igaz? Anya, hello. Szia! Szia, Stanley. Hello, Barbara. Köszönöm. Mintha lefogytál volna. Jazzy nem ad eleget enni? Kicsit sok a spenót, de hát különben... Hallom, hogy te is randizol.
Bár semmi között hozzá, de igen, megismertem egy kedves férfit, és hosszasan beszélgettünk egymással. Már itt is van. Richard. Ő a lányom, Medi. Örvendek, hello. Stellát már ismered. Mr. Duncan. És Dost is. Igen. Ő pedig a leendő ex-férjem, Stanley. Stanley, ő az a híres ügyvéd, Richard Duncan. A hölgyet illetően nagy hibát követel. Ezt én is elmondhatnám. Úgy látom, mindketten rajongunk a Sheridan lányokért. Elnézést, az étlap. Izgalmas eset, amin a maga helyében dolgozunk. Nem sokára országos érdeklődés övezi majd. De ma nem azért jöttünk, hogy üzletről beszéljünk. Ma mulatni akarunk. Igen. Jaj, gyere. Hello, mindenki. Elhoztad a kislányt is? Igen. Hát tudom, hogy te is jössz. Lett volna bennem annyi tapintat, hogy egyedül jövök. De hát te is hoztad a barátodat. Ez csak a második randink. És ő még nem tette ki nálam a fogkeféjét. Jó, talán rendeljük meg a bort. Örülök, hogy mind itt vagyunk. Apa, tudod, hogy Stelláik összeházasodnak? Ó, ez ám a jó. Azt mondod? Igen. Igen, beszéltünk róla, de még nincs fix időpontunk. Na szóval, sikerült választaniuk? Akkor mi kérünk két üveg Sauvignon Blanc és egy Pinot. Merlot. Akkor Pinot helyett Merlot? A Merlot túl negédes. Maradunk a Pinotnál. Merlot. Kérünk egy üveg Merlot és egy Pinot. Oké. Szóval személy szerint örülök, hogy összeházasodtok. Ideje, hogy komolyra forduljon. És mi van veled, drágám? Mi van a te szerelmi életeddel? A szerelem most nem játszik nálam, pillanatnyilag nem fér bele. Előbb a káoszt kell rendeznie az életében. Ismerek még valakit, akinek káosz az élete. Jó, én most megyek kezet mosni. Én is megyek. Várj, majd segítek. És? Nem megy túl jól, mi? Valahogy fel kellene dobni a hangulatot. Az evés talán segít. Igen. Jó, kérem, legyen szíves, vegye fel a rendelésünket. Hogyne. Szegény gyomrom. Sorban álltok? Nem, dehogy, szabad. Jó, akkor bemegyek. Elnézést, ezt fel kell vennem. Nem van jó modorra. Ő nagyon elfoglalt ember. Nagyon sajnálom, Barbara. Ne haragudj rám. Kicsit kevés ez a sajnálom. Tőled, aki elvette az otthonomat és a jövőmet. Nem? Nem tudtam volna elképzelni, hogy hátralévő életemet úgy töltsem, ahogyan az utóbbi éveket töltöttem veled. Mindennel meg vannak elégedve? Ja, igen. Kívánják leadni a rendelést? De most még nem, kösz. Nem. A lányok mindent megtesznek, hogy szóba álljunk egymással. Igen. Csodálatos gyerekek. Valóban. Ígyunk mindnyájunkra és a harmóniára. Egészségünkre. Prosit. Egy kis figyelmet kérek, bejelentenék valamit. Drága Stella, tudom, hogy nagy feszültségben élsz, emiatt a nagyszabású ügyed miatt, és amúgy is zajlik az élet. Ezért úgy döntöttem, hogy nem terhellek az esküvőnk előkészületeivel, magamra vállalom és kész. Lefoglaltam a golfklubot augusztus 2. hétvégére. De hisz ez nagyszerű. A lányom esküvője is ott volt. Rengeteg parkolóhely van. Igen, ott. Igen. Mi? És ezt csak úgy egyedül eldöntötted?
Mindezt a hálószobánk ellen elkövetett festési merényleted után? Stella, nem hittem, hogy egy kis festés ilyen nagy gondot okoz majd neked. Nem, egy percig se hiszem, hogy eszedbe jutottam. Nekem fontos a tökéletes hely. Mire meg lesz a tökéletes hely, már 80 évesek leszünk. Már elnézést, de mindig ezt csinálod. Nem költözhettem be, mert tökéletes ház kellett. Nem alapíthatunk családot, míg nem tökéletes az irodád, és most keresgéljük tovább a tökéletes helyszínt? Neked mindegy, mit akarok. Csak magadra gondolsz. Mit tenné Josh-t boldoggá? Minden pasi így csinálja, igaz? Tegyük, ami boldoggá tesz minket, a többiek meg békéljenek meg vele. Eldöntöd, ahogy te akarod. A házasságunk alatt Stanley végig ezt csinálta. Mindenben ő döntött. Ez nem is igaz. Te, ha én nem döntök, akkor semmi sem történik. Jobb lenne, ha megmondanád, hogy te mit akarsz. Akarsz esküvőt, vagy nem? Oké, akkor kívánnak rendelni? Igen, vagy nem? Akkor azt válaszolom, hogy nem. Legalábbis nem most. Jó, akkor ne is raboljuk tovább fölöslegesen egymás idejét, igaz? Rendben. Szóval ennyi? Itt a vége? Ez minden, amit mondani akarsz nekem? Nem akarok kék hálószobát se most, se máskor. Soha ez minden, amit mondani akarok. Rita pontosan megjósolta ezt. Hagyj békén ezzel a Ritával. Felfedi az igazságot. Utána kell menned. Semmit se kell. Lemaradtam valamiről. Miért néztek ti engem simán levegőnek? Jól van, csináljátok, amit akartok. Akár itt és most is elmondhatom, mert mindannyiótokat érint. Terhes vagyok. Barbara, várj! Anya! Stanley, nem is örülsz neki? Stella, lesz egy öcsikéd vagy kis húgod? A kabátod, vigyázz! Hagyja békén az anyámat. Minden szavát elhiszi, amiket mesél neki. Az egész életét a hülye jövendőléseihez igazítja. Hiszen már terhes. Mi? Nem vagyok az. És most mit csinál? Hagyja békén az anyámat, jó? Reggelt, nővérkém. Jó reggelt. Kész katasztrófa. Sajnálom, hogy minden csak rosszabb lett. Á, ugyan. Már azelőtt is gáz volt, mielőtt felbukkantál. Mit gondolsz, összejönnek még? Nem. Elválnak a szüleink. Elválnak a szüleink. Most majd drogosok leszünk, és rossz útra térünk. Ez nem vicces. Azt mondod? Nincs már állásom. Már megint?
Nem vagyok menedzser, nem jártam meetingekre. Régóta sejtettem már. Tényleg? És miért nem mondtad sosem? Reméltem, hogy egyszer majd észhez térsz. Nem így történt. Én is így érzem mostanában. Talán visszaköltözöm Hillsboróba. Ó, az szuper lenne. Beköltözöm ide hozzád. Látod, ez vicces. Szerintem terhes vagy. Egy kicsit terhesnek néz ki, nem? Olyan nincs, hogy kicsit. Ez nem olyan vicces. Gyere már, eleget csavarodtunk már. Okay. Talán el kéne menni megint a parkba. Mm-hmm. Ott rég nem jártunk. Na, gyere. Jó. Csináltak egy új koripályát. Mm-hmm. De ott van belém. Nekem nincs több pénzem. Van nálad pénz? Mm-mm. Előbb azért nézzük meg kívülről. Srácok! Srácok! Max és Simon Holmes tegnap megállította egy rendőr a főúton. Több tanú is állítja, hogy a két gyerek 6 órán keresztül csellengett. Kettesben, felügyelet nélkül. 50 éve még nem kifogásolták. Akkor még hétköznapi volt. A világ nagyot változott 50 év alatt. Nagyon más lett. Ma több veszély fenyegeti a gyerekeket, mint akkor. Régen mindenki ismert mindenkit. Számíthattak egymásra. Holmes szenátor, hogy befolyásolja ez a peres ügyüket? Több szövetségi államban is törvénysértés, amit Adam Holmes a gyerekeinkkel csinál. A túlféltést ellenző szülők mozgalmának be kell látnia, hogy a kisgyerekekkel baj is történhet. 99. oldal, 5. pont, D bekezdéstől a 9-7 fejezetig. Lássuk csak. Apa! Alhatok nálad ma éjjel. Jazzy már az őrületbe kergett. Nagyon sajnálom, de csak ez az egy pizsamám van. Jó lesz ez. Anyátok hol van? Most Duncannél lakik. Mint egy kempingben. Köszönöm, hogy itt alhatok veletek. Egyedül lent, azt nem éltem volna túl. Emlékeztek arra a kempingre fent Maine-ben, és csak esett, zuhogott. Az egész kemping víz alatt volt, mindenki összecsomagolt és elmenekül. Igen, és zuhanyozni akartunk az esőben. Emlékszel? Igen, persze. Anyátok zacskót húzott a fejetekre. És beburkolóztunk a mosdók zuhany függönyébe. És ez a nyugágy volt velünk. Tényleg? És ez volt az egyetlen, ami száraz maradt. És anya valahogy összehúzta, hogy mind a négyen ezen aludtunk. Nagyon hiányzik anyátok. Mindent elrontottam. Egész életemben próbáltam jó ember lenni. Erre a célegyenesben. Anya! Szia, cicukám! Nem tudom, hogy mit csináljak. Igen? Igen, Richard, nagyon jól van, nyugodj meg! Egy szavadat sem értem. Nincs eszméleténél. Eszméletlen? Nagyon nagy a baj. Most mit csináljak? Jól van. Azon a
gyere ide! Jól van, megyek. Csak mondd a címet. Valószínűleg potencia növelő szertől. Anya! A beteg eszméleténél van. Mi történt? A légzés stabil. Nem lesz semmi baj, Richard! Nagyon magas a pulzus szám. Viszlát! Mrs. Duncan? Nem vagyok Mrs. Duncan. Beviszik a kórházba. Jó, én is bemegyek. Húsz éve nem hord már ilyet. Potencia növelő. Kér valaki közületek kávét? Nem, anya, nincs semmi baj. Beviszlek a kórházba, jó? Ez az egész olyan kínos. Ugyan már. Szép és jó nő vagy, és nem tettél semmi rosszat. Nincs semmi baj. Mrs. Duncan, nem vagyok Mrs. Bemehet a férjéhez. Gyerünk, menj be. Hogy a bestia újra lábra álljon. Iroda, jó napot! Stella Sheridan, George Olsennel szeretnék beszélni. A Maureen Holmes ügy kapcsán. Igen, de kapcsoljon. Pillanat, mi köze van Mr. Olsennek az ügyhöz? Duncan ügyvéd úr megbetegedett, és Olsen úr vette át az ügyet. Mi? Bocsássuk. Mit? Miért pont rád bízták ezt az ügyet? Hello, Stella. Semmi baj. Igen, Duncan pár hétig betegállományban lesz, de ezt már biztosan tudod. És én voltam az egyetlen ügyvéd, aki ráért. De hát megbeszéltem veled az ügyet. Semmi relevánsat. Ez igazi érdekellentét. Miért is? Már nem vagyunk együtt. Nem vagyunk házasok, és belátható időn belül nem is leszünk. De csak tessék, ha elfogultsági indítványt teszel, új ügyvédet kérsz. Az ahhoz vezet, hogy elnapolják az ügyet, és továbbra is közös lesz a felügyelet. Méghozzá jó darabig. Áj, értem. Erre megy ki az egész. Provokáljuk az ügyvédet, hogy elrontsa, hogy veszítsen, vagy halasszuk el a végtelenségig. Nektek ez egy win-win szituáció. A dolgunkat végezzük, Stella. Akárhogy is. Én nyerek. Nagyszerű, de ezt még majd meglátjuk. Kérsz egy kávét? Nem. Akkor egy teát? Nem. Van itt abból a mandulás kekszből, amit úgy szeretsz. Nem. Nem? Mi bajod van? Josh. Igen? Találkozunk a bíróságon.
Jaj, drágám, nem szeretem a spenótot. De hozhatál nekem egy csört. Barbara! Barbara! Tudja mit? Rájöttem, hogy nem Stella története ismétlődik meg, hanem az enyém. Az én történetem ismétlődik. Nem akarok követni senkit. 40 évig ezt tettem. Nekem kell kitalálni, mi legyen, de nekem... sejtelmem sincs. Látok egy babát. Ó, nem. Nem, ezt a szót hallani se akarom. És pénzt, havazást, egy jegesmedvét. Ennyi az egész? Meg egy kis házat a parton. Ez a nappali. A hal már itt volt. Aha. Matrac a földön. Nagyon bohém. Pár nap múlva hozom el a bútorokat, de valahogy... ez is tetszik. Na? Nem rossz, mi? Ja. Alig látok ki a munkából. Tudom, hogy évekig kezelted apa iratait, és arra gondoltam, hogy segíts nekem a Maureen Holmes esetnél, ha ráérsz. Jó. Jó? Jó. De pénzt kérek érte. 30 évig dolgoztam apádnak egy vas nélkül. Van egy kis házam, és bérleti díjat kell fizetnem. Oké. Okay. $15 kérek óránként, napi 6 órában. És fél óra ebédszünet. Egyet értesz? Oké, elfogadom. Adam Holmes hiszi, hogy a gyerekek úgy lesznek önállóak, ha felügyelet nélkül hagyja őket. 2005-ben egy marylandi apuka is így gondolta, amikor a 6 éves lányát egyedül hagyta a kocsiban. A kislány képes volt önállóan kiszállni az autóból, és mobilja is volt. Ám amikor váratlanul tűz ütött ki... Sheridan ügyvédnő, a pulpitus felé forduljon. Elnézést. Amikor váratlanul tűz ütött ki... A kislány nem szállt ki, nem hívott segítséget. Egyszerűen nem volt képes kezelni a váratlan helyzetet. Tiltakozom, bírónő. Mi köze ennek az esethez? Helyt adok. Térjen a tárgyra, Sheridan ügyvédnő. Felhívom a figyelmüket, hogy... Igyál vizet, cicukám! Felhívom a figyelmüket a dosszié 27. oldalán lévő harmadik paragrafus első pontjára. Azt én képeltem le? Ott találnak egy tanulmányt, amit a washingtoni Nordost Egyetem végzett 2005-ben. Eszerint a 14 év alatti gyermekek reakciókészsége csak a harmada a felnőttekének. Adam Holmes nevelési módszere azonban ugyanolyan képességeket feltételez a gyerekek esetében is. Max és Simon az Holmes. Az én lányom. Az elmúlt 18 hónapban 11-szer szedték össze, kísérték haza az aggódó szomszédok, barátok vagy idegenek. Pedagógiailag talán helyes és meggyőző, hogy önállóságra kell nevelni a gyerekeket. Ám ha ez bizonyíthatóan veszélyeztetést jelent...
akkor ez a tényállás hanyagságot jelent. A fenébe. A gyerekek érdekében ítéljék meg a kizárólagos felügyeleti jogot Mrs. Holmesnak. Köszönöm, Sheridan ügyvédnő. Az ülést mára berekeztem. Hétfő reggel 9-kor lesz az összefoglaló és az ítélet. Tökéletes volt az érvelésed. Megnyered? Hát, szerintem nehéz ügy. Hello! 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 Itt van. Még megvan a kulcsom. Ez nem szabad. Szerintem csenges be. Igazad van. Hello. 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 Nem maradunk sokáig. Stanley itt van? Azt mondta, nem tudja végignézni. Indulás! Vigyázzat! Stella, beszélhetünk egy percre? Persze. Négy szem közt, ha lehet. Jól van. Nem sikerült. Nem vagyok terhes. Ó, nem tudom, hogy alkalmas vagyok-e arra, hogy vigasztaljalak. Annyira örültem neki. Most mindenki azt hiszi, hogy... Istenem, hogy mondjam el neki? A Hillsborough-i rendőrség a lakosság segítségét kéri. Egy 7 és egy 9 éves fiút keresünk. Egyik sötét kék jacket visel, a másik egy zöld kapucn és pulóvert. Egyiküknél van egy piros hátizsák. A másik fele a túloldalon van már. Kérem, minden hogy van az anyukád? Hát, megvan. És a húgod? Jól. Épp itt van most pár napig. Az jó? Aha. Nem New Yorkban? Nem. Simon szőrmester? Elnézést. Menjenek tovább jobbra. Rendben, itt befejezzük. Megyünk a tó túloldalára. Van valami újság? Max és Simon már 7 órája eltűnt. Fogalmam sincs, hol lehetnek. Hát... De ismerek valakit, aki tudhatja. Látom a gyerekeket. Istenem, és hol? Jól vannak. Egyikük megsérült. Az ajtó nehezen nyílik. De semmi komoly. Úgy látom, nagyon jól szórakoznak. És jól vannak. Maga viszont nem. Engem most hagyjon ki, Rita. Hol vannak a gyerekek? Tesztelem. Ez lehetne egy horgony, vagy egy harang. A horgony harmóniát jelent. Ah, a fenébe a te a levelekkel. Ez egy erdő. Egy toronyban vannak. Egy világos zöld... Nem, egy félig zöld hálóban. Fura. Ezt már láttam valahol. Hol is? Jaj, megint keverem, ez a maguk jövője. Rita, kérem, koncentráljon. Ja, igen. Egy kőtoronyban. Egy tónál. Menjünk oda, és órákig csókolozzunk. A McAllister Park? Ja, pontosan. És maga ezt honnan tudja? Azt nem tudom. Jól van. Kösz, Rita. Gyere, menjünk oda. Van valami esély rá, hogy ez a bolond nő tudja, hogy mit beszél? Furcsán hangzik. Nem tudom elmagyarázni, de igen. Őrmester, Stella Sheridan vagyok. Ne kérdezze honnan, de feltételezem, hogy Maureen Holmes fiai a McAllister Parkban vannak. A toronyban. Igen. Ah!
Mit csináltok itt? Minden rendben? Uh-huh. Sziasztok! Nem vagytok éhesek? Szomjas? Megvannak! Vége! Nos, srácok, most irány haza. Kék villogóval megyünk majd? Bizony. Aztán! Óvatosan. Szálljatok be. A srácok nagyon ügyesek voltak. Szerencsére nem történt baj. Ha nem jönnek, még jó pár órán át aggódhattunk volna. Nagyon köszönöm. Köszönöm, Simon szőrmester. Francba. Terhes vagyok. Elnézést, maga Adam Holmes ügyvédje? Mr. Holmes beszélni akar magával. Jöjjön velem. A sorozatos és jelentős hanyagság miatt kérem Morin Holmesnak ítélni a kizárólagosságot. Nagyon jól beszéltél. Csak hogy ez nem igaz. A srácok elhagyták a mobilt, elerett az eső, és behúzódtak a toronyba. Meglepően jól kezelték a helyzetet, és miért? Mert megtanulták, mi a teendő ilyen helyzetekben. De ezzel nem nyerhetsz. De ez az igazság. Menni fog, cicukám. Az érveid nagyon meggyőzőek. Jó reggelt, Mrs. Holmes. Jó reggelt, Stella. Az éjjel életem legrosszabb rémálmát láttam. A két fiamat elrabolták, és mostanra már el is ásták valami gödörbe. Ahogy tudom, nagyon is jól sikerült vigyázniuk magukra. Jobb, ha ezt a bírónő nem hallja. Mi a véleménye? Őszintén. Max és Simon azért voltak önállóak, mert megtanulták, hogy reagáljanak. Ha nem csavarogtak volna annyit kettesben, akkor bizonyára bepánikoltak volna. Azt mondja, hogy a férjemnek van igaza? Mint ügyvédje, természetesen úgy lépek fel, ahogy kívánja, de én úgy vélem, hogy a közös felügyeleti jog nem tesz rosszat a gyerekeknek. Oké, jól van. Ön nem könnyű eset. Sajnálom, hogy ilyen hirtelen ötlettel állok elő. Telefonálnom kell. Mi történik ott hátul? Nem tudom. Ez a személyes véleményem. A gyerekek szempontjából... Elkéstem. Már vége? Még el se kezdődött. Hála Istennek. Nem akarok lemaradni a nagy pillanatról. Elszabad? Jazzy Kaliforniába költözik. És mi lesz a babával? Engem meggyőzött. Tisztában van vele, hogy elveszíti az ügyet. Tudom. De ott van még Scott Engvin meg a tehene. Josh? Hát egyikünk sem nyert igazán. A
Holmes család nyert. Sajnálom. Tudom, milyen fontos volt neked. Maureen zsíros kárpótlást adott. Én képviselem a Massachusetts-i oktatási bizottsággal szemben. Ah, igazán megérdemled. Szóval anya leszel. Azt hiszem. Hogyha egy apát is szeretnél a gyerek mellé, akkor én nagyon szívesen megpályáznám ezt a feladatot. Ha igent mondok rá, mindegy, hol tartjuk az esküvőt. Tényleg? Mindegy, hogy borászat vagy golfklub? Jó lesz a futószalag is. A lényeg, hogy legyen parkolóhely. Spenó cuflé? Még ilyet? Apa főzött. Ráadásul spenót. Találjátok ki! Én mit csináltam? Lefoglaltam egy alaszkai utat. Mi? Jeges medvékkel és hóval együtt. Csak azt nem értem, hogy én miért nem mehetek. Mert egyedül akarok menni. Anyátok olyan makacs lett. A házzal is ez van. Nem értem, miért nem akar visszaköltözni. Mert most itt élek. Imádlak. És mert így tetszik. Egyelőre. Tudjátok, mindig olyan akartam lenni, mint ti. És most ti lettetek olyanok, mint én. Mi? Mint te. Na, ezt hogy érted? Hogy érted? Hát olyan lököttek, mint én. Ne szemtelenkedj. Halló. Találtam az esküvőnkre egy tökéletes borászatot. A golfklubba akarok menni. Borászat. Golfklub. Borászat. Golfklub. Borászat. Golfklub. Borászat. Golfklub. Borászat. Borászat. Golfklub. Borászat. Magyar szöveg Bán Szilvia, hangmérnök és vágó Igor Lattesz, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Dögei Éva. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Gyarmati Zsolt.